Felújításon és korszerűsítésen esett át a kocsi salakos futó és focipálya, és egy új homokos távolugró gödör is kialakításra került a Vince Imre általános iskolában. Az elkészült sportpályát nem csak a diákok, hanem a helyi családok, sportegyesületek és az idősebb generáció is használatba veheti. A helyieknek nagyon fontos üzenete van, hiszen itt Kocson ez az iskola most már jó néhány éve református iskolaként működik, de mindenki megelégedésére és a falu ettől magáénak is tekinti, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt esztendőkben adhattuk át az energetikai felújítását topos forrásból, és így az egyház, mint fenntartó, és az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa közösen pályáztak. Tehát ebből is látszik, hogy inkább előrelépés van, mint gond lenne. Viszont az iskola, míg a településé volt, addig is próbálta fejleszteni. A torna pálya, vagy a sportudvar, most egy futókör és egy pálya készült el két forrásból, az viszont már elég régóta nem kapott felújítást, úgyhogy a szabadtéren folytatott testnevelés órák, vagy szabadtéri sportolás lehetőségei, azok már eléggé régiesek, vagy hogy mondjam, egy kicsit avittosak voltak. Úgyhogy most két forrásból az iskola mellett működő alapítvány pályázott, és két forrásból sikerült a sportpályát és a futókört felújítani. A település központjában található sportpálya megújítására közel 30 év után került sor, és a pályázat részeként a mozgássegítő eszközök, mezek is beszerzésre kerültek. Nagy öröm számunkra, hogy elkészülhetett ez a létesítmény, ugyanis két pályázat sikeres megnyerése után sikerült megvalósítani. Az egyik a vidékfejlesztési program keretében. Itt összesen 4,1 millió forintot nyert az alapítvány, és a beruházás önmagában 5,7 millióba került. A különbözetet a fenntartónk, a Kocsi Református Egyházközség biztosította a pályázathoz. A másik pályázat viszont a futballpályának a felújítása. Ez a Magyar Falu Program keretében valósult meg, 6 millió forintos állami támogatással és egy 300 000 forintos önrésszel.